utolsó kettőt. Az, hogy azáltal, hogy kikényszerül a hálózat egy globális térbe, mert csak így tudja az economy of scope and economy of scale követelményrendszerét teljesíteni, tehát gazdaságos legyen most magyarul elnézést. Ez azt is jelenti, hogy sok kultúrájú, az egész globuszra kiterjedő piacokon kell képesnek lenni helytállni. És ez nagyon nehéz, mert hiszen a helyi költségek, a lokális költségek azok mindig specifikusak az adott körülmény, amik hozzáadódnak az operáció költségeihez. Tehát a globális piac egy nagyon bizonytalan piac, ami rendkívül erőszakos versenyt szült az elmúlt évtizedekben. És ezért létrejött az az állapot, ami az elsőnek a piacra lépek mindent viszek típusú megoldás, tehát hogy nincs olyan, hogy hát majd akkor én is jövök, mert okos vagyok, és akkor majd sikerül kiszorítani azt, aki nálam ugyan előbb belépett, de már egy kicsit elustul, de ez a klasszikus versenyben így volt, most nincs ilyen. De facto mindenhol az történik, hogy valakinek sikerül valamivel elsőre piacra lépni, az gyakorlatilag mindenki mást kiszorít. Tehát úgy versenyzünk, hogy monopolizálunk, és hogy szorítjuk ki? Önmagával nem tudjuk, csak új eredménnyel tudjuk, amit meg kell finanszírozni. Tehát csak újdonsággal lehet kiszorítani a régit a piacról. A másik, és ehhez képzettség és lehetség kell. Óriási a hiány, és egyre érzékelhetőbb a hiány ebben a tekintetben. Nem azért, mert bármi amortizálódott volna az emberben, hanem mert ez a sebesség, és ez a tehetség kitermelésének a folyamata, ami 25-28-30 éves korig is eltart ma már, ez igen nem kvadrál egymással az adott körülmények között. És ma nem vagyunk annak az oktatási és tudásátadási technikának a bétőkenek, hogy mondjuk ezt le tudjuk szorítani 21 év alá. Mondjuk csak, hogy egyet mondjuk, hogy megnőjön a kiáramló generáció a nagysága. Most érted, hogy mennyire ez a helyzet, ez két ábrán, ez Darvas Zsolttól vettem át a Bruegel Intézet és a Corvinusnak a kutatójától. Elnézést, hogy hagytam az eredeti angol formát. Ha ránéznek, ez az EU foglalkoztatási képzettséggel összefüggött statisztikára, akkor azt látják, hogy ugye itt az EU esetében a gazdaságban minden látjuk az USA-t, hogy más a gazdasági struktúra, mint az USA-ban. Itt még viszonylag kiterjedt gyártás van, elsősorban a Európa északi része miatt, tehát a németek, svédek, norvégok miatt van relatíve kiterjedt gyártás. Minden egyéb vagy gyakorlatilag Kínában van, még néhány más ázsiai területen van, és valamennyire Mexikóban is. Ebből az következik, hogy itt még ugye a relatíve mennyiségűen magasabb azoknak az állásoknak a száma, amelyek esetében valami plusz kell tanulni a érettségihez képest, de még egy bachelor degree-t sem kell elérni. De ha a növekedési trendet nézzük, ez az EU 15, 1992-től, igen, és ez pedig az EU 27, a kiterjesztett EU 2002-től, a növekedési trendet nézzük, akkor az egyetemi főiskolai diplomát követelő álláshelyeknek a száma az, amelyik lényeg rapid módon nő. Következésképpen, amelyik nemzetgazdaság ezt nem tudja teljesíteni, az megásta a saját csíkját. Na most ezt megnézhetjük erőszakosabb formában is, ugye a romanikaik előbbre vannak. És ott látszik, hogy más ugye a degree szerkezet, meg a képzés szerkezete azért, tehát nem teljesen összehasonlítható ki, de látszik, hogy ott tulajdonképpen, most én nem hoztam el azt az ábrát, látszik, hogy más a gazdaság szerkezet, hogy gyakorlatilag csak szolgáltatások vannak az első 20 ágazatban, míg Európában jelentős gyártóágazatok is vannak az első 20-ban.
És ezt látjuk, hogy még a, ez, amit ők associate degree-nek vagy kiegészítésképpen community college degree-nek hívnak, még az is egy relatíve lassan növekvő valami, és ez nő, és ezen belül is a struktúránál a mesterdiplomáknak a száma. A specializált mesterdiplomáknak a száma nő. Rendkívüli sebesség, és minden egyéb nem ér semmit. Tehát nem egyszerűen arról beszélünk, hogy Jézus Mária, hogy kell a tudáshoz hozzávalni, meg jaj, de gyorsan fejlődnek az innovációs hálózatok, hanem egy nagyon radikális társadalmi átalakulásról, amelynek társadalompszichológia és gazdaságilag egyaránt képesnek kellene leszelni. Nem tudom, hogy állok az időben. Még van 15 percet. Na most ugye, hogyan keletkezik az innováció a hálózatokban? Ugye hát ezt sokan sokkal jobban tudják nálam, de csak én kénytelen vagyok itt ezt megemlíteni, de ha mindent adnám a délőtre, csak lesütött szemmel teszem. Tehát ugye egyrésztről van egy olyan probléma, hogy az új tudás beáramlásának melyek a mechanizmusai. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy hirtelen ott van valahol valami új tudás, hanem van egy társadalmi struktúra, ami közvetíti egy mechanizmuson keresztül, képzési rendszeren keresztül és oktatáspolitikai rendszereken keresztül azt, hogy milyen tudás áramlik be a nemzetgazdaság képzési szektorába, és abból mi megy ki a gazdasági szektorba. Akárhonnan is nézem ezt a dolgot, mindenképpen azt lehet látni, hogy ebben a szektorban, mint a képzésben, a képzési kutatásban, noha van nagyon erős szerepet, ismerjük a felsőoktatási és kutatási intézmények rankingje, rangsorolási rendszereit, a legkülönbözőbb vitákat ezek közül, de igazából a verseny az ugyan egy előrelendítő tényező, de együttműködés nélkül semmilyen jön. Ezen nem képesek, látták a költségadatokat, nem képesek a felsőoktatási intézmények, az egész tudásszektor, tehát a közoktatástól kezdve nem képes fedezni ezeket a költségeket, ha nincs együttműködés. Ebből következően az innovációknak is egy struktúrát, rendszere jön létre, tehát egy mondjuk itt esetszerű hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézményben az osztálytermi innováció az egy egész másfajta. Anélkül nem lehet előrelépni, tehát nem lehet a társadalomba bevonni azt, akinek például súlyosan hátrányos helyzete van, holott nem engedhetjük meg magunknak a súlyosan hátrányos helyzetűek gyermekek közötti tehetségarány, az pont ugyanolyan, mint bármely más részében a társadalomnak. Egyszerűen megengedhetetlen, hogy ott ne próbáljuk valamit tenni, ahol nagyobbak lesznek a veszteségek. De ez egy más innovációs mechanizmus, mint amit mondjuk a, nem tudom én, a Richter tesz, amikor elbukik a Covingtonja és piacon kell maradnia. Nem tudom pontosan mit tesz, mert nekem már Covington jutott csak. Tehát amit nekünk fel kell fedezni empirikusan is, azok az áramlási utak, az áramlások vannak, tudásáramlási utak vannak a gazdaságban, horizontálisan és vertikálisan, határon belül és határon túl, és ezt a határon belül is túl nem csak nemzetgazdasági értelemben, hanem minden egyes szervezet szintjén értelmezni kell és lehet. És az a probléma, hogy ahol túlzottan emel az oktatási rendszer, és uniformizálja a gyerekek viselkedését, ott a kreativitás alacsonyabb szinten van, következésképpen nem jönnek létre új gondolatok, aminek következtében nincs olyan áramlás, ami máshol új gondolatokat generál, és így tovább. Tehát nem megyek ezen a kumulatív soron végig, hogy azok a
társadalmak jártak jól, amelyik ebből a szempontból felszabadították az oktatást, tehát mondjuk a finnek vagy a dél-koreaiak, hogy élő példákat mondjak, hogy egy korábbi szituációban, egy fél évszázaddal korábban a japánok, akik aztán mikor bemerevítették, akkor el is veszítették az előnyeiket jelentős mértékben. Tehát, hogy ezeket az áramlási utak, az oktatás politika egyik legfontosabb feladata az áramlási utak feltárása és felszabadítása. Illetve motiválni a cselekvőket, a résztvevőket, ha lehet normatív dolgot is megfogalmazni. Itt ez csak összefoglaltam nem a saját gondolatunk, nem Brian Atwood-nak egy viszonylag régi közleményéről van szó, de teljes mértékben megállja a helyét ma is, ugye, hogy a hálózatoknak az a gyönyörűsége, hogy nem értjük egymást. Tehát, hogy eleve heterogenitás van ezekben a hálózatokban, és a language megtalálása, tehát hogyan tudok egy olyan partner, akivel soha kapcsolatom nem volt még, mondjuk én, mint oktatási intézmény egy ipari vállalkozással, amivel naponta küzdenek meg most már a mi saját magyar intézményeink is, hogyan tudom megértetni magam, hogyan tudom összehozni a dolgokat. A másik sajátosság ezeknek a hálózatoknak, hogy ezek belső motiváción, önérdeken, érdeklődésen, mit tudom, bonyolult rendszereken nyugszanak, de nagyon ritka az olyan típusú hálózat, amit külső erőszakkal hoznak. Itt előfordul, nem állítom, hogy nincsen, előfordul, de ez ritka, és nem marad meg. Ebből következően nincs külső, vagy viszonylag kevés jogi, igazgatási természetű külső kontrollmechanizmus van ezekben a rendszerekben. Maguknak kell a saját checking szisztémájukat, kontrollszisztémájukat létrehozni, hogyha tudni akarják, hogy hol mi történik. Ehhez azonban értek össze a hangolásokat, ami nem tartozik a könnyű feladatok közé. Ez azért is van, mert nincs belső hierarchikus rend, vagy szabálytalan írja itt a Brian Atwood, ami azt jelenti, hogy egy vállalatnál világos utasítási rend van. Egy kormányzatban elvileg, ha működik a kormányzat, világos utasítási rend van. Kinek mikor mi a feladata és hogyan jut hozzá a szükséges dolgokhoz. Ezekben a hálózatokban nincs utasítási rend, kivéve ha nem egy egyetlen nagy vállalatról beszélünk. Akkor nincs utasítási rend, de mert nincs utasítási rend, ezért a belső viszonyok, a kapcsolati háló belül, egy ilyen hálózaton belül, az mint egy amúgyba. Állandóan változtatja a határait, mozog jobbról balra, lefelé, fölfelé, és ezért az információ feldolgozásnak van hihetetlen jelentősége, tehát hogy képesek-e a résztvevők folyamatosan követni, hogy mi történik a hálózatban, mert különben nem tudunk felszállni a vonatra az adott körülmények között, és akkor azt tudja állandósítani az újdonságokat. És végül ezt nagyon hangsúlyoznom, Kornay János Anti-Equilibriumában tulajdonképpen világosan kifejtette a közgazdasági alapjait néhány év, 1972-ben, ha jól emlékszem, ennek a problémakörnek, hogy abban az értelemben, ahogy a közgazdaságtan neoklasszikus irányzata mindáig az egyensúly fogalmat kezeli, abban az értelemben nincs egyensúly. Úgy van egyensúly, hogy vannak mozgások abban az irányban, hogy a felek fennmaradjanak és kapcsolatban tudjanak maradni, de ez dinamikus, állandóan változik a holdpont. Nincs egy állandó pont. Nem lehet egy állandó pontot keresni. Tehát a közgazdaságtan a fizikából vett át az egyensúlyfogalmát, legalábbis az alapvető eredeti egyensúlyfogalmát, de az ezekben a rendszerekben nem működik már. Na most ugye ebből, hogy a hierarchia ilyen, vagy ilyen nem, mint amiről itt szóltam, következik az, hogy a innováció és a mögötte meghúzódó invenció, a kreativitás megjelenése, az új ötlet megjelenése, és abból hogyan lesz megvalósult valami, az tulajdonképpen a mai világban egy ilyen szétszórt, mint a Facebook. Tehát csak ezek ugye más típusú hálózatok. Tehát egy szétszórt együttalkotásnak a fogalmát használnám, vagy próbálnám használni,
Tehát a legkülönbözőbb érdekek, felkészültség, technikai háttér, szervezeti háttér, szociokulturális háttér, felkészültségi, tanulsági háttér mellett lesznek kapcsolatban egymástól különböző egyedek, különböző gazdasági egységek, gazdasági aktorok, egészen az individuumig, az egyénig. Akik a legkülönbözőbb módon próbálnak projekt, először is, ha az egyén felől nézve önkifejezést nyerni, elmondani azt, hogy ők valami tudnak, valamihez hozzájárulnak, például ezeken az innovációs platformokon. És másodszor tudomásul venni azt, hogy mások is alkotnak ugyanazon a területen, és harmonizálni az együtt. Tehát ez az együttalkotás fogalma, ami egy radikálisan, ebben a formában egy radikálisan új jelenség. Önmagában az együttalkotásnak ugye a természettudományos közvetlenben látjuk, hogy ahhoz, hogy egy új eredmény megszülessen, hány embernek kell együttműködni, és megjelennek ugye a cikknek a felzetén. Tehát de nem teljesen új dologról van szó, de ez a sajátosan vibráló, mozgó, átalakuló és nagyon különböző aktorokat összekapcsoló dolog, ami a hálón, a világhálón látunk, az új. És ezeken csak példának hoztam ezek Szabókati példái egyébként, vagy legalábbis ő gyűjtötte össze még ezeket, amelyek egyértelmű mutatják az együttalkotást, annak a lehetőségeit. Tehát ugye a LEGO birodalomban bárki be tud szállni, itt Magyarországon is egyébként nagy fejlesztőközpontjuk itt van. Leírja, elmondja, kipróbálják, ha a dolog működik, másnap boltban van a doboz. Nem egy, hanem amennyire szükség van az adott körülmények között. Hihetetlen megtakarítás. Én beszéltem a tökeköltségekről. Hihetetlen megtakarítás, hogy a kutyát nem kell foglalkoztatni azért, mert jön a gyerek, vagy a kiskamasz, és azt mondja, hogy én így szeretném összerakni. Vagy olyat szeretnék összetetni. Ugye, ugyanezt látjuk a Microsoft rendszerével szemben a Linux-nál, ugyanezt látjuk igazából a Wikipédia maga is, az összes bajával együtt is egy hatalmas szellemi teljesítmény és hatalmas eredmény, tehát még ha akkor, még ha úgy is veszjük, hogy aztán ha használni akarjuk, akkor nekünk valamit kontrollálni kell benne, de hát hihetetlen segítséget tud nyújtani, vagy a kereskedelmi szektorokban, az itt nem említett Amazon, vagy az eBay jelent. Tehát, hogy ez a szinte az emberi gondolkodás és az emberi alkotás minden területére kiterjed ez a fajta újdonság, vagy egy alkotási lehetőség az adott körülmények között. És akkor erre, hogy ez közművé, tehát public good, közjószággá válik. Erre szeretnék még egy gondolatot elmondani, és akkor lassan a végére fogunk érni. A vállalatok rájöttek arra, hogy az nem lehet véletlenszerű, meg egyszerűen marketing szakemberek tanácsán nyugvó valami, hogy ők mivel foglalkoznak. Arra is rájöttek, hogy valamely dolog előállítása kapcsán rengeteg olyan információ, tudás elem keletkezik, amit aztán nem használnak föl, mert nem kell az adott pillanatban. És ezért erre gyűjtőrendszerek jönnek létre, itt példák vannak. Ezeknek az első megnyilvánulási formája, ezek felhasználásának az első megnyilvánulási formája a vállalati egyetemek létre, a Motorola volt az első, amelyik ilyet létrehozott. De ettől teljesen függetlenül is, tehát a vállalati egyetemek, virágzó nagy vállalati egyetemektől teljesen függetlenül is, tudástárak jönnek létre, amiben keresni lehet. És itt a vállalat eldönti, hogy kell bevonni külsőt, vagy csak a saját fejlesztőink. Hát ez egy piaci mérlegelési folyamat. De foglalkozik azzal, hogy legyen tudás. Tehát az nem vita kérdése, hogy a költség nem jelentéktelen hányadát megelőlegezzük olyasmire, amit lehet, hogy most nem, majd csak 5 év múlva fogunk használni. Tehát van egy tudás. Ez régen, ez a, mondja, a könyvtárnak a sajátos, ez régen nem volt egyébként.
ezt kizárólag egyetemeken csináltuk, néhány nagy közösségi könyvtárban csináltuk, másod ez nem volt elképzelhető. És hát ez aztán egészen súlyos dolgokig is megy, tehát nem etikailag nem teljesen tiszta az ügy, ugye itt a biztosító társaságot említem nem véletlenül. Olyan adatokat tudnak rólunk, amilyen semmilyen mércével mérve nem elfogadható egy valamit. Ugye a biztosítási kockázatok kiszámításához meg kell tudni azt, hogy nekem például genetikailag milyen, hogy van beépítve mondjuk az, hogy fog kapni szívukat, és nem fog kapni szívukat. És ehhez olyan nem megengedhető eszközöket is, legalábbis a mai jogszabályi környezetet tekintve felhasználnak, hogy hozzájussanak az információhoz. Tehát itt nem minden fekete, nem minden fehér, nem minden gyönyörű, csak azt látjuk, hogy valami egész másról állunk szemben, mint amit eddig látunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkérdezett. Van egy kérdés a professzor úrhoz. Hát, hogy meg bocsánat, nem kérdésem van, hanem egy apró megjegyzésem van. Egyébként nem igyekeztem az előadásról. Hoztad a példát, hogy a lipa hálózat építés motivációi. És a gyógyszeripari példát volt. A gyógyszeripari példa esetében igaz az, hogy a győztes mindent visz. De ha kilépünk a gyógyszeriparból, akkor ez már nem igaz, hiszen nem véletlenül tartja számon az innovációs szakirodalom a gyors követőket. Azok is már a fontos innovációk. Igen is, meg nem is, amit mondasz. Hát, egyetértek azzal, hogy ezt finomítani kell ezt a dolgot, de az a sajátossága a virtuális térben folyó versenynek, és nem csak a virtuális térben folyó versenynek, hanem globalizált versenynek,